was there. True story. I must have been searching, though I wasn't looking for much. Checking out the scene, wasn't trying to get my numbers up. You know I keep it cool, I prefer to stay in the cut. Don't want no attention on me when I'm trying to shake the blues above me. But then I saw your face. Hát először csak kollégák voltunk, a munkahelyen ismerkedtünk meg. Összebarátkoztunk, tehát egyre több időt töltöttünk. Hát nem volt kimondottan első randi. De ha meg kéne nevezzük egyet, akkor lehet, hogy a pont a Margit szigetet mondanám. Csak nem randiként mentünk oda, de az egyik pénteki napon a munka után mondtuk, hogy menjünk így egy fröccsöt a Hippi szigeten. Hát alapvetően munkahelyen ismertük meg egymást, közös projekten dolgoztunk, ő már ott volt a hivatalnál, így mentek róla dolgozni. Aztán, hogy elmesélte, annyira nem kedvelt engem az elején egyáltalán, ezt ő állította, mert igazából ilyen betolakodószerű voltam ott a hivatalnál. Utána sokat voltunk ilyen csapat, nem csapatépítéseken, hanem ezeken a sörözéseken itt a hivatalnál munka után. És akkor kiderült, hogy alapvetően jól megértjük egymást, meg ő is mindig a legvégéig maradt bent a bulikon. És akkor egy, azért eltelt sok idő, és egy idő után úgy kialakult, és azt vettük észre, hogy akkor ebből lehetett ez is mind a kapcsolat és ilyen barátság. Randi ez az első igazából, én azt mondom, hogy akkor a Margit-sziget, oda mentünk így közösen, amikor már azt mondtuk, hogy az randi, mert ugye előtte, ahogy mondtam, sokat találkoztunk, de akkor az még nem volt randi, úgyhogy én azt mondom, az volt. Ilyen kora délután volt, azt hiszem sétáltunk, utána beültünk és maradtunk a nap végéig, estig. Hát meglepetés lánykérés volt, és Jönni kitervelte előre, én nem tudtam semmiről. Elmentünk nyaralni Krétára, és hát én még sosem ültem repülőn, úgyhogy ez volt igazából az első közös nyaralásunk is, meg nekem az első közös, vagyis az első repülés. És amikor odaértünk, láttam, hogy furán viselkedik, hogy nézegeti a hegyeket, hogy majd oda holnap felmászunk, de egyáltalán nem gondoltam, hogy mit akar. És hát végül is kiderült, hogy ő becsempészte a táskámba a lejtési gyűrűt. És a repülőtéren aggódott, hogy nehogy átvilágítsák a táskát, és valamiért kelljen szedni. Az ugye Görögországban Krétán, ott annyi volt az előzményen, a hugomban beszéltem. Hát igazából úgy gondolom, hogy akkor nincs alapvetően, úgy gondolom, hogy nem keresgetnék már másokat, hanem bedobjuk el a nagyon jól, nem vagyunk, és akkor én eljegyezném. Aztán támogatta, és akkor közösen elmentünk a gyűrűt kinézni, és amikor mentünk, én a gyűrűt egyébként az ő táskájába tettem be, tehát a repülőtéren ő hozta át. Alapvetően féltem, hogy benne sípoljon, de hál' Istennek nem úgy volt. És utána ott voltunk Krétán, és néztem ott egy ilyen nagy beugró sziklát, ami benyúlt a tengerbe, és akkor gondoltam, hogy akkor az ott egy ilyen alkalmas hely lehet. Felmászunk erre a sziklára, és akkor ott megérte a kezemet. Nagyon romantikus volt. Azért gyűltünk ma össze ezen a gyönyörű délutánon, hogy tanulj legyünk annak, ahogy egy két élet egyé válik. Veronika és Grüni hamarosan ki is mondják a boldogító igent. Kijelented-e Kotró Veronika, hogy az itt jelenlévő Grünstein Istvánnal házasságot kötsz, kitartasz mellette jóban, rosszban? Igen. Alapvetően a választ tudtam, hogy mi lesz, mert már előtte ugye beszéltünk róla, hogy ha lenne, akkor igen mondanám, meg nagyon jó. Úgyhogy igen, de alapvetően kicsit izgultam, de mondom, inkább örültem, hogy akkor na, egy újabb lépés a komolyság felé, meg az életnek a következő lépcsője felé. Kijelented-e Grünstein István, hogy az itt jelenlévő Kotró Veronikával házasságot kötsz, kitartasz mellette jóban, rosszban? Igen. Open up my heart and you'll find love, love, love.
és ahogy ismerkedtünk, sok minden kiderült róla, amit én nem gondoltam volna először. Például nagyon meglepődtem azon, hogy van egy tetoválása, mert azt nem néztem volna ki belőle. De mondjuk azt sem, hogy horgászni jár, és a természetet szereti. Az egyik az volt, hogy úgy kezdtük, hogy ha már belevágtunk, és ugye már eléggé ismertük egymást, akkor pár hónap után össze is költöztünk hamar, és pont jött a Covid. Tehát, hogy össze költöztünk, majd össze lettünk zárva. És azt láttam, hogy nagyon jól kijöttünk a karanténat, és úgyhogy tényleg semmit nem tudtunk csinálni, gyakorlatilag otthon voltunk, de ő el tudja viselni az én dolgomat, ami nem olyan bonyolult, viszont én nem vagyok alapvetően egy nagyon érzelgés típus. Nagyon szeretem a szabadidőmet, és a szabadidőmet úgy szeretem eltölteni, ami vagy ciki, vagy nem, de én szeretek számítógépes játékokkal játszani, nem tévézek általában, mert nem sorozom nézek, hanem azzal, és azt nem csak elviseli, hanem úgy tiszteletbe tartja, és ő is el tudja foglalni magát, viszont utána, amikor meg ketten vagyunk, akkor meg jól megértjük egymást, akkor közösen főztünk sokat, azok is jó dolgok voltak, kiderült, hogy hasonló az ízlésünk akár zenében is, úgyhogy meg filmekben. Hát így válnak valóra a gyermekkori álmok, és kívánom, hogy az egyesült erő és energia kitartson évtizedeken át, azon az úton, amelyen ma elindul Veronika és Grüni, és kívánom, hogy ez a világmegmentő csapat minden itt lévő vendéghajóját szerencsés vizekre terelje. Hát nekem nem tűnik annyira távolinak egyébként, és pont érdekes, hogy ezt a pizzaiot kérdezem, mert nagyon agyaltunk azon, hogy az időkapszulát, amit az esküvő napján eltettünk, azt mikor bontjuk fel. 5 év múlva, vagy 10 év múlva. De aztán hát optimisták voltunk, és a 10 évet jelöltük meg, ezt rá is írtuk. Úgyhogy... Azt gondolom, hogy egy boldog és tartós kapcsolatot a hasonlóságok tartanak össze. A hasonló világnézet, értékrend, a közös célok és a közös érdeklődés. Hát egy biztos, 10 év múlva egy időkapszulát fogunk nézegetni, valószínűleg elő fogjuk venni ezt a filmet is, bár lehet, hogy gyakrabban is, de egy biztos, hogy az esküvőre és erre az évre akkor vissza fogunk emlékezni. Hát remélem, hogy lesz utódunk, gyerek. Alapvetően, hogy hány, hogy egy vagy kettő, az majd kiderül, mert igazából már valamennyire idősebbek vagyunk, és már nem ilyen 20 pár évesen kezdünk bele, de egyet azért jó lenne, ha lenne. Én szeretném, hogyha ez a Yami nevű cégem ez felvirágozna, és ez utána már úgymond magának termelne, és nekünk nem kéne egyfolytában valakinek dolgozni, és azt is el tudnám akár képzelni, már az mondjuk még az korai lenne 33, de hogy akár egy ilyen nyugodtabb élet, vagy vidéken, vagy olyan külföldön, én mindig úgy kezeltem el, hogy egyszer eljutnék oda, akkor nem tudom, egy tengerparton el tudnék élni egy olyan Spanyolországban, vagy valahol, ahol ilyen tengerparti városban lehet lakni, amikor már a gyerek úgymond nagyobb, én meg már közeledek a felé, hogy igazából már nem kellene más csinálnom, csak élni az életet. Közeljövőben egy-két gyereket, vagy egy fiú, egy lány, de most is az a fontos, hogy egészséges legyen, meg hogy a család boldog legyen. Worth falling for. Oh, and with open arms I'm carrying you. Hát, szia, Banókám! Remélem, hogy még mindig együtt vagyunk, és ugyanúgy szeretjük egymást, mint most, és hogy még sok közös élményben fogunk gazdagodni majd a jövőbe, és remélem, hogy már fogtam egy 20 kilós pontyot. We're doing this right.
lakó helyett sorsjegyér, te meg banda, húzd rá az ifjú párért! A shame, think something new under sun. You can't take back them things you already done. No. You blame things that you do on somebody else. No. But they all see is you need help. But still you try so hard. Kérlek, maradj mindig ilyen, és szeretni foglak.